Kevés a fiatal vállalkozó. A hazai 1 millió vállalkozó csupán 27%-a 40 év alatti. A FIVOSZ szerint összgazdasági érdek ezen változtatni. Hamarosan pályázhatnak. Több mint 3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány a civil szervezetek működésére. A pályázati lehetőségek november végétől nyílnak meg. Fajmegőrzési program. Jegesmedve érkezett a Nyíregyházi állatparkba. A 2 éves hím állat a Rostoki állatkertből került a Szabolcsi megye székhelyre. Kevés a fiatal vállalkozó Magyarországon. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A hazai 1 millió vállalkozó csupán 27%-a 40 év alatti. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége szerint összgazdasági érdek ezen változtatni. A hazai kis és közepes cégek szerint viszont nincs elég tőkéje és tartaléka a frissen végzetteknek ahhoz, hogy bátran belevágjanak egy vállalkozásba. Szokásos kedd délelőtti árupakolás és listázás egy nyíregyházi belvárosi bioboltban. Az üzlet másfél éve alakult, a boltot már jól ismerik a városban, és egyre többen megfordulnak itt. Minden kezdet nehéz, vallja a tulajdonos, aki fiatal vállalkozó, és régi ötletét valósítja most meg, felhagyva a foglalkoztatotti léttel. Úgy gondolta, belevág ebbe a vállalkozásba. Édesem is nagyon sokat vásárolt bioboltokba, és láttam, hogy milyen összeget hagy ott, és igazából egy bioboltba, ha bemegy az ember, az kb. 20 négyzetméter. És ez alapján jött az ötlet, hogy csinálunk egy ilyen minimum 100 négyzetméteres boltot, ahol nem is biobolt a nevünk, hanem környezettudatos, hogy csak olyan termékek legyenek, akik helyi vállalkozóktól tudunk vásárolni, meg csak tartósítószermentes áruk és vegyszermentes tisztítószerek legyenek bent. A lakossági fogyasztás, vásárlás folyamatosan bővül itthon, de a kereskedelemben számolni kell a versenytársakkal, valamint a kereslet gyenge időszakokkal is. Ezekre készülni kell. A vállalkozóit nehéz, és nem gondoltam volna, hogy ennyire nehéz lesz, de van ez az időszak, van, amit át kell élni, vagy túl kell élni, és hogyha ez megvan, utána már szerintem egyre könnyebb lesz. A hazai kezdő vállalkozásoknak tőkére és tartalékra van szükségük, mondta a fiatal vállalkozó, aki hozzátette azt is, hogy a pályázatokon sem tud indulni az a vállalkozás, amelynek nincs legalább egy lezárt üzleti éve. Egy legutóbbi felmérés szerint az országban az 1 millió magyar vállalkozás közül csupán 210 ezer, amit 40 év alatti tulajdonos működtet. A fiatal diplomások 83%-a alkalmazottként tervez munkába állni a diploma megszerzése után. Csupán 6% szeretne saját vállalkozást indítani, áll a FIVOSZ közleményében. A szervezet szerint ezen változtatni kellene a hazai gazdasági növekedés érdekében. Egy jó ötletet és gondosan összeállított üzleti tervet most támogathat egy az uniós vidékfejlesztési programban elérhető pályázati lehetőség. Most gyakorlatilag a vidékfejlesztési program keretében lehetőség nyílik egy olyan pályázati formára, ami szakít a mezőgazdasági termeléstől, hanem a mezőgazdasági termelőknek egy több lábon állást biztosít. A nem mezőgazdasági termelőknek, meg akik vidéken élnek 10 000 fő alatti településen, és nem voltak még semmilyen vállalkozásnak se tagjai, se egyéni vállalkozók, azok meg egy új, teljesen új vállalkozást indíthatnak el. A pályázat vonzó, a pizzériától kezdve a patikáig több ötlet is érkezett a pályázatíró céghez is, hiszen bármilyen szolgáltatást elindíthat a pályázó 40 ezer euróból. A vállalkozást minimum 3 évig kell fenntartani, amit az Unió 100%-ban támogat. A gyerekek üdültetését segítő Erzsébet szállók a Nemzeti Vagyonkezelőhöz történő átkerülésével világossá vált, hogy a korábbi tervekkel ellentétben az állam nem üzemeltetni, hanem értékesíteni akarja azokat, jelentette ki sajtótájékoztatóján Halmi József. Az MSZP megyei alelnöke szerint a kormány más kérdésben is megtéveszti az embereket. Nem hihető a minimálbér 10%-os emelése, valamint a munkáltatói járulékcsökkentés sem, tette hozzá a politikus. Örülünk a 10%-os minimálbér emelésnek és a járulékcsökkentésnek, csak nem tudjuk, hogy a blöff kormány cserébe milyen új adónemet, milyen új intézkedést, mit fog bevezetni, hogy ezeket a emelkedést és csökkenést ki tudja egészíteni. Nem hiszünk neki, blöffőnek, nagyobb blöffösök ők, mint az az ellenzék, aki jogosan tesz fel kérdéseket bizonyos ügyekben.
Alaptörvényben kell garantálni a letelepedési kötvények kivezetését, hangsúlyozta Nyíregyházi tájékoztatóján a Jobbik szóvivője. Apáti István kiemelte, a Jobbik új alaptörvényt módosító javaslata szinte szóról szóra ugyanaz, mint Orbán Viktoré volt, amelyet végül nem szavaztak meg. A jobbikus politikus hozzátette, mindössze egy mondattal egészítették ki azt. Az a lényege, hogy a letelepedés joga Magyarországon pénzért nem vehető meg. Magyarán mondva, Magyarországra senki nem vásárolhatja be magát pénzért, sem letelepedési kötvények jogán, sem pedig más okból kifolyólag sem. Ez lenne a kellő garancia arra, hogy a letelepedési kötvények nagyon rövid időn belül megszűnjenek, és ne is tudja a Fidesz őket más jogcímen akár néhány hónap elteltével ravasz módon visszahozni. Több mint 3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány a civil szervezetek működésére. A pályázati lehetőségek november végétől nyílnak meg. A Nemzeti Együttműködési Alap működési és szakmai programokra igénybe vehető támogatásokat biztosít, amelyekre szövetségek, alapítványok és egyesületek pályázhatnak. A részleteket a Megyei Civil Információs Fórum tiszalöki állomásán ismerhették meg az érdeklődők. Civil szervezetek képviselőit várták kedd délután Tiszalökön. Az aktuális pályázati lehetőségeket ismerhették meg az Információs Fórumon. A városban jelenleg 4-5 olyan civil szervezet működik, amelyek folyamatosan aktívak és komoly céljaik vannak, közölte a polgármester. Gömze Sándor szerint számukra nagy segítség lenne bármilyen mértékű támogatás. Saját erőből elég kevés dolgot lehet megvalósítani. Nyilván, hogy ez a külső rásegítés, ez nagyon jó jönne. És hogy ilyen civil szerveződések vannak, ebben a csúnya politika meghatároz mindent. Látjuk az amerikai választásokat, látjuk az Európai Uniót, és egyre inkább azt érzékelem, hogy a politika jelen formájában az előbb említett országokat és tájakat is figyelembe véve elválasztja az embereket, a társadalmat. A civil szerveződések pedig az én meggyőződésem és ismereteim alapján itt Tiszalökön politikamentesen együtt úgymond egymásért, ez egy régi jelszó, de nagyon jól hangzik, léteznek, dolgoznak. A civil szervezetek működési forrásra és tartalmi programokra is pályázhatnak. Ezt 5 kollégiumon keresztül tehetik meg, például közösségi környezet vagy nemzeti összetartozás kollégiumon át. Idén több pályázati lehetőség nyílik majd november végétől, mint az előző évben, és fontos szerepet kap a határon átívelő magyar-magyar civil kapcsolatok fejlesztése is. Tájékoztatott Kis András, a Megyei Civil Információs Centrum operatív igazgatója. Több mint 3 milliárd forint az a forrás, amelyet éves szinten a Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül Magyarország kormánya a civil szervezetek erősítésére szán, és ez a forrás az, amelyet a civil szervezetek pár százezer forintostól pár milliós támogatásig, ilyen 100 000 és 3 millió forint közötti támogatási összegekként tudják leívni. Ebben megtalálható ugyanúgy egy 2-2,5 milliós szakmai program, mint pár százezer forintos működési támogatás, amely az adott civil szervezetnek a működéséhez lehet, hogy a legfontosabb, lehet, hogy fontosabb, mint a program, mert azt a saját napi tevékenységére tudja költeni. A civil társadalom már kialakult Magyarországon, most a támogatásukra van szükség. Erről már Vinnai Győző országgyűlési képviselő beszélt a rendezvényen. A civil szervezetek a helyi társadalom meghatározó szereplői. Én azt szoktam mindig mondani, hogy a civil kurázsira, a civil ötletekre, a civil innovációra szükség van egy adott településen, egy adott térségben. És mint egyéni országgyűlési képviselő azt látom, hogy a civileknek szükségük van információkra, milyen pályázati lehetőségek vannak, hogyan tudnak működésre pályázni, hogyan tudnak programra pályázni. A pályázati lehetőségek idén november végétől nyílnak meg a szervezetek számára, és várhatóan január végéig, február közepéig lesz lehetőségük a támogatás igénylésére, hangzott el a fórumon. Őzet ütött el egy teherautó Nyíregyháza külterületén tegnap este. Az ütközésben megsérült vadat a helyi vadásztársasága a rendőrség kérésére elszállítatta. A járműben jelentős károk keletkeztek. Jegesmedve érkezett a Nyíregyházi állatparkba. A 2 éves hím állatot hamarosan láthatják. Előtte nézzük a híradó további témáit. Profi pályafutása legsikeresebb szezonját tudja maga mögött Fucsovics Márton. A jelenleg térdsérüléssel bajlódó nyíregyházi teniszező felnőttként először jutott fel a Grand Slam torna főtáblájára.
Közel 40 csapat, mintegy 700 általános és középiskolás sportolója vesz részt a szerdán kezdődött és péntekig tartó megyei sportnapokon Nyíregyházán. Jegesmedve érkezett a nyíregyházi állatparkba. A 2 éves hím állat a fajmegőrzési program keretében került a Rostoki állatkertből a Szabolcsi megye székhelyre. A jelenleg 250 kg-os fiatal medve csak néhány napja lakik a nyíregyházi állatparkban, de már most jól érzi magát, aktív és egyelőre még távolról, de már ismerkedik a nyíregyházi jegesmedve nősténnyel. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége különös figyelmet szentel a jegesmedvéknek, nemzetközi tenyészprogram keretében helyezi ki őket, mivel állatkerti állományuk fontos szerepet játszik a faj fennmaradásában. Európai állatkertekben mindössze 122 jegesmedve él, Magyarországon pedig csak Nyíregyházán látható ilyen ragadozó. Az észak-németországi FITE az Európai Faj Megőrzési Program keretében érkezett ide hozzánk Nyíregyházára, a már évek óta itt élő nőstény mellé. Nagyon fontos zártartási körülmények között megőrizni, sőt tenyészteni ezt a fajt, hiszen a természetben a kipusztulás szélére került ez a különleges állat. FITE igazi vagány kis fiatalember, mint egy tinédzser mászkál a kifutóban egyik pontról a másikra is ismerkedik a külső és belső új férőhelyeivel. Jelenleg kb. 250 kg, most de ivarérett korában 7-8 mázsás is lehet majd. Szállingózik a hó a nyíregyházi állatparkban, a 2 éves hímállat így még jobban érzi magát új lakhelyén, és egyelőre még távolról, de már ismerkedik a nyíregyházi jegesmedve nősténnyel. Az ismerkedési időszak után engedik majd őket össze a tágas tenyész kifutóban. A tervek szerint a jegesmedve birodalmat továbbfejlesztik, majd Európában egyedülálló sarkvidéki bemutatót szeretnének építeni Nyíregyházán, ahová néhány hónapon belül egy újabb fiatal jegesmedve, egy nőstény állat csatlakozik majd a mostani 2 fős társasághoz. A gyakorlatban is megismerte a zsidó vallást és történelmet mintegy 30 görög katolikus iskolás diák. A nyíregyházi zsinagógában látogattak a nyíregyházi Szent Atanász görög katolikus hittudományi főiskola hallgatói, valamint a hajdúdorogi Szent Bazil oktatási központ gimnázium tanulói. A nyíregyházi zsidó hitközség alelnöke és előimádkozója Somos Péter mutatta be a nyíregyházi zsinagógát és annak történetét a diákoknak. A közel 30 érdeklődő a Szent Atanász Hittudományi Főiskolától és a hajdúdorogi Szent Bazil Oktatási Központ gimnáziumból érkezett. A főiskola elsős hallgatói a zsinagógák és a zsidó templomok szerkezetéről részletesen tanulnak. Ezt az elméleti tudást azonban fontosnak tartják élőben is megismerni. Ritkán szoktunk jönni, 2-3 évente talán, így mondhatnám, 2-3 évente tudunk egy ilyet szervezni. Nem is akarom, hogy minden évben mindig azoknak a hallgatóknak ugyanazt mondják el, hanem egy kicsit kivárunk, amíg már egy picit cserélődnek a diákok is, és akkor adjuk ezt a lehetőséget, amit hát most Tasi Tamás szervezett meg, és így szoktunk ellátogatni olykor a zsinagógába. A diákoknak bemutatták a mennyezeten található falfestményeket, amelyek különböző csillagképeket, bibliai eseményeket és a zsidó vallás jelképeit ábrázolják. Az érdeklődők a zsidó szertartás menetét is megismerték Somos Pétertől. A nyíregyházi zsidó hitközség nagyon fontosnak tartja azt, hogy egyrészt a görögkatolikus egyházzal, de más keresztény egyházakkal, tehát a történelmi egyházakkal jó kapcsolatot építsen ki, egymás vallását messzemenően megismerjük. Ennek a jó kapcsolatnak egyik eseménye volt az, ami évek óta már megvalósult, most az utóbbi időben egy kicsit lanyhult, hogy az ökumenikus ima hét utolsó ima napja itt a zsinagógában zajlott le. Az idei imana főszervezője és védnöke a hajdúdorogi főegyházmegye érsek metropolitája Kocsis Fülöp volt. Profi pályafutása legsikeresebb szezonját tudja maga mögött Fucsovics Márton. A jelenleg tért sérüléssel bajlódó nyíregyházi teniszező felnőttként először jutott fel a Grand Slam torna főtáblájára. A Davis kupában pedig első számú játékosként segítette hozzá a magyar válogatottat a továbbjutáshoz az Euro-Afrikai Zóna 1-es csoportjában.
Október végén a budapesti ATP Challenger torna negyeddöntőjében elszenvedett vereséggel véget ért Fucsovics Márton szezonja. A nyíregyházi teniszparkese játékosa már régóta térsérüléssel bajlódik, így úgy döntött, hogy az év utolsó két hónapját a gyógyulásra fordítja. A 24 éves teniszező így is elégedetten tekinthet vissza a mögötte álló hónapokra. Úgy gondolom, hogy pályafutásom eddigi egyik legjobb évét tudtam zárni, és örülök, hogy sikerült Grand Slam tornán főtáblára jutnom, ATP tornán és főtáblán nyerni mérkőzést. Örülök, hogy a Davis Kupa csapattal is ilyen jól szerepeltünk, jövőre a továbbjutásért fogunk játszani. 15-ére sikerült feljutnom a főtáblára, örülök, hogy végre megtört a jég. Remélem, hogy a következő Grand Slameken is hasonló eredményekkel fogok zárni. Szerintem most már elhiszem magamra, hogy fel tudok jutni a főtáblára, úgyhogy remélem legközelebb is sikerülni fog. Az első számú magyar férfi játékos szerint az eredményekben nagy szerepe van edzőjének, Sávolt Attilának, akivel az elmúlt év vége óta dolgozik együtt. Egyébként Fucsovics előtt éppen Sávolt volt az, aki utoljára szerepelt Grand Slam verseny főtábláján 13 évvel ezelőtt Párizsban a Roland Garroson ment két fordulót a jelenlegi tréner. Szerintem nagyon jó kor, és nagyon jól jött ez a váltás. Tavaly 270. voltam a ranglistán, jelenleg 150. vagyok, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen pozitív, illetve hogy Grand Slam tornákon, illetve ATP tornákon is ilyen jól szerepeltem. Nagyon sokat edzünk, rengeteget foglalkozunk a tenisszel pályán kívül is, úgyhogy nagyon bejött eddig Attila. Fucsovics Márton novemberben rehabilitációs munkát végez, aztán decemberben elkezdi az alapozást, mivel januárban egy felvezető versenyt követően ott akar lenni az év első Grand Slam tornájának, az Australian Opennek a főtábláján. Közel 40 csapat, mintegy 700 általános és középiskolás sportolója vesz részt a szerdán kezdődött és péntekig tartó megyei sportnapokon Nyíregyházán. A három sportágban, a labdarúgásban, a kosárlabdában és a röplabdában megrendezett eseménynek három helyi középiskola ad otthont. A rendezvény célja a sportágak népszerűsítése mellett az egészséges életmódra nevelés. Férfi és női ifjúsági kosárcsapatok játszanak az osztott pályákon a Sipkai Barna Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola torna termében a sportnapok első napján. A hetedik alkalommal megrendezett esemény sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy az elmúlt években átlagosan 40 középiskola, több mint 90 csapata versenyzett egymással a három csapat sportágban. Az idei évben közel 40 csapat jelentkezett a mostani bajnokságra, 17 kosárlabda csapat, 18 röplabda csapat, valamint közel 30 labdarúgó csapat méri majd össze a tudását itt Nyíregyházán az elkövetkezendő három napban. A megyei gyermek és ifjúsági önkormányzata, központi ifjúsági egyesület, valamint több megyei sportszövetség által szervezett sportnapra többek között Máté Szalka, Fehérgyarmat, Tiszavasvári és Újfehértó oktatási intézményeiből is érkeztek diákok. Azzal a céllal indítottuk a programot, hogy itt Szabolcs-Szatmár Berem megyébe a megyei középiskolás, illetve általános iskolás labdarúgó, röplabda, amit kosárlabda csapatok összemérhessék a tudásukat. Amitől különleges ez a program, hogy nem csak középiskolás és általános iskolás fiatalok jelentkezhetnek rá, várjuk emelt különböző sportegyesületeknek is a jelentkezését. A résztvevők között akadtak teljesen kezdők és olyanok is, akik már több éve sportolnak rendszeresen iskolájuk csapatában. Elindult az iskolában egy ilyen kosárlabda csapat a lányoknak, és a tanárunk régebben is indította az iskolát, és most, hogy megint van csapatunk, így ismét elindította az iskolát ezen a rendezvényen. A megyei sportnap csütörtökön a röplabda bajnoksággal, pénteken pedig a labdarúgással folytatódik a Veselényi Miklós gimnáziumban és a Bencs László szakközépiskolában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Kevés a fiatal vállalkozó Magyarországon. A hazai 1 millió vállalkozó csupán 27%-a 40 év alatti. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége szerint összgazdasági érdek ezen változtatni. A hazai kis és közepes cégek szerint viszont nincs elég tőkéje és tartaléka a frissen végzetteknek ahhoz, hogy bátran belevágjanak egy vállalkozásba.
Több mint 3 milliárd forintos forrást biztosít a kormány a civil szervezetek működésére. A pályázati lehetőségek november végétől nyílnak meg. A Nemzeti Együttműködési Alap működési és szakmai programokra igénybe vehető támogatásokat biztosít, amelyekre szövetségek, alapítványok és egyesületek pályázhatnak. Jegesmedve érkezett a Nyíregyházi Állatparkba. A két éves hím állat a fajmegőrzési program keretében került a Rostoki Állatkertből a Szabolcsi megye székhelyre. A jelenleg 250 kg-os fiatal medve csak néhány napja lakik a Nyíregyházi Állatparkban, de már most jól érzi magát. A Kölcsei Televízió iradóját látták november 16-án, szerdán. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Továbbra is borongós időre számíthatunk, kisebb esővel. Holnap estig egyre enyhébb, kezdetben nedves, majd valamivel szárazabb levegő áramlik fölénk, éjjel erősen felhős lesz az ég, havazás, havas eső egyaránt valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 fok körül alakul. Holnap napközben is erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli szél gyenge marad, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Pénteken még több órás napsütésre, kimondottan enyhe időre számíthatunk, a hét végén viszont sok lesz felettünk, a felhő és kiadós esőben is részünk lehet, de ettől függetlenül folytatódik az enyhe idő. A jövő hét elején még hosszabb napos időszakok is várhatók, de a hét közepén már lesznek tartósabban felhős ködös területek, emiatt valamelyest csökken a nappali felmelegedés mértéke, és a hét második felében éjszaka már több felé fagy is előfordulhat.